dicsőről is múlt után, ennek a Focus generációnak sem maradhatott el a vadítása, íme itt a harmadik generációs Ford Focus RS. Orra annyiban különbözik az alapmodelltől, hogy sokkal vadabb, nagyobb hűtőrácsot kapott, ezáltal sokkal több levegőt kap az amúgy is levegőért küzdő turbó. Oldalához érve kék féknyelgeket találunk, ami egyébként stimmel az autó fényezésével is, valamint matt felniket, mind a kettő feláros. Hátul pedig egy hatalmas diffúzor találunk, ledes fényszórókat, valamint egy szárnyat, ami leszorítja nekünk az autót, hogyha pályára vinnénk esetleg. A Bisonon fényszórók kanyarkövetősek egyébként, és 2,3 literes EcoBoost motor dübörökben. Áldjuk az egészet, vezessük! Beülve rögtön érezhetjük, hogy nem egy utcai fókuszban ülünk. A bőrborítású kormányon kék varrás vár minket, ráadásul mindenhol eres feliratok mutatják, hogy ez egy sportosabb változat. Egyetlen negatívumként azt tudnám elmondani, hogy magasan ülünk, és ezen a üléspozíción nem is tudunk változtatni. Egyébként számomra nem annyira zavaró, jól kilátni, és pályán egyébként még jól is jön. Ahogy a Fordnál is mondták, létezik ebben egy csajozós funkció. A titka az, hogy egyesbe kell ratni, sportmódba, utána 3000 felé pörgetjük, és a város óriási tud durrani. Na nézzük, mit tud. Ami pályán azonnal kijön rajta, hogy az előddel szemben, ami első kerekes volt 300 lóerővel, ez a 350 lóerő összkerékkel eszméletlen jó párosítás és sokkal jobban irányítható pályán. Egyébként ehhez az autóhoz sokkal jobban élik a versenypálya, olyan, mint például a Kakucsring, ahol most járunk, hiszen városban nem lehet kihasználni az összkerék tudását, sőt a 350 lóerőt se. A pálya hátsó feléhez érve, azt hiszem itt az idő, hogy kipróbáljuk az én kedvenc funkciómat, a drift módot. És rögtön tolja neki. Egy kis rázókő. És szépen kitolja nekünk a fenekét, egyébként annyira kívánja, hogy kited. Jaj, de szép! Míg a racetrack módba tapad a pályához, a drift módba kívánja, egyszerűen akarja, hogy kimenjen a feneke, és olyan érzésünk, mintha nem is lenne semmi gumink. És imádom, hogy elveszük a gázról a lábunkat, rögtön visszadúrod nekünk, minden váltáskor sziszeg a turbó. Annyi minden történik ebben a motorban, hogy nem is tudom, hogy történt ennyi minden benne. Ami az előző generációhoz képest furcsa lehet, az a plusz két ajtó hátul. Így tulajdonképpen egy 5 ajtós hot hatchet kapunk, amire egyébként élvédő is került, és lehetetlen oda zárni. Alapáron 12,1 millió forint, ez a csúcsváltozat, szinte csúcsváltozat, a 14 milliót kergeti. Tulajdonképpen csak a napfénytető hiányzik róla, de ez az autó pályán él igazán, nem a városban, tök fölösleges rá.